Mondhatni már hagyomány, hogy évről évre jól teljesítenek a megye diák sportolói. Idén is sikeres időszakot tudhatnak maguk mögött a fiatal versenyzők. A legjobbak között csak az országos döntőkből összesen 13 arany, 8 ezüst és 12 bronzéremmel térhettek haza. Különböző sportágokban hoztunk el aranyérmeket, úgyhogy egy párat megemlítsek. Például atlétikában nagyon szép teljesítményeket értünk el, 600 méteres síkfutásban például Debrecenben a nagy országos diákolimpiai döntőn, a jubileumi döntőn, a 30 éves ünnepség döntőjén sikerült aranyérmet elhozni. Vagy hogyha Nyíregyházára visszatérünk, akkor itt ugye az országos összevont labdajátékok diákolimpiai döntőben a tavaszi év végén a röplabdások, ők aranyérmet szereztek, és nem sokára mennek Brnóba, és ott nemzetközi szinten is megmérettetik magukat majd, úgyhogy ez a Vasvárinak a röplabda lánycsapata, úgyhogy rájuk nagyon büszkék vagyunk. De ezek mellett vannak még olyan sportágak, amelyekben rendre jól teljesítenek a megyei sportolók, és a jövőre nézve is bíztató eredményeket hozhatnak. Hogyha ki kell emelni egy-kettőt, akkor mindenképpen egyrészt a kézilabdát is megemlíteném, amelyben én úgy gondolom, hogy komoly erőt képviselünk, és egyre felkészült a sportolók jönnek ki, megy a szinten is, a röplabdát ugye említettük, és az úszás, illetve az atlétika az, amelyekben nagyon nagy potenciál van. Úszásban például mindenképpen szeretném megemlíteni a vásárosnaményi úszókat, természetesen nem kiemelve őket külön, hiszen azért a megye más területéről is remek eredményeket hoznak úszók, de ők azért különlegesek talán egy kicsit, mert sokszor 16 vagy 20 méteres medencébe kell nekik az edzéseket elvégezni, és azért országos döntőkön 50 méteres medencébe is megállják a helyüket, tehát az egy külön kis adalék az ő teljesítményükhöz. Az évvégi megyei és a nyíregyházi városi diáksportgálákon egyaránt azt hangsúlyozták a résztvevők, hogy nem lehet külön választani se Nyíregyháza, se a megye diáksportját. Egyik sem létezik a másik nélkül, és ez azért hangsúlyozom ki, mert nagyon büszkék vagyunk arra, hogy remek kapcsolatot tudunk ápolni, mint megyei Diáksport Egyesület Nyíregyháza megyei jogú várossal, illetve vannak még olyan együttműködési megállapodásaink, például a megyei önkormányzattal, Kölcsei Televízióval, amelyek mind-mind abban segítenek bennünket, hogy a lehető leghatékonyabban és legeredményesebben tudjuk kiszolgálni azt a népes diáksereget, aki a megye diáksport életében ott van, hiszen több mint 11 ezer gyerek az, akit megmozgatunk megye szerte. A megyei sportélet sikereit nem csak az érmek száma fémjelzi, hanem az is, hogy egyre több országos versenynek is helyt ad a térség. Így lesz ez jövőre is. Egy országos döntőnek biztos, hogy helyet adunk, azt már megnyertük, ez viszont egy hatalmas falat. Összevont labdajátékú döntőt fogunk majd jövő tavasz végén, nyár elején megvalósítani itt Nyíregyházán, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében, mert több helyszínen is lesznek különböző versenyek. 1200 gyerek lesz majd itt az országból. Azt hiszem, hogy ennek a logisztikai feladata, tehát hogy a versenyeztetés, szállás, étkezés, és hogy valóban olyan szájízzel menjenek el, hogy itt minden nagyon klappolt. Ez egy nagyon komoly feladat és kihívás, de állunk elébe. Az eddig megvalósított országos döntőink azok nagyon pozitívak voltak. Nagyon komoly visszajelzéseket kaptunk a Magyar Diáksport Szövetségtől. Azt hiszem, hogy ennek is azért az eredménye az, hogy egy ilyen nagy döntőt megkaphattunk, ami a legnagyobb a diákolimpiai döntők közül. Tehát azt hiszem, hogy erre azért nyugodtan lehetünk büszkék már így előre is. Baracsi Endre azt is elmondta, a pozitív visszajelzések azért is fontosak, mert a megye népszerűsítését is segítik az országban, nem csak a sportolók és edzők, hanem rajtuk keresztül a családjaik is visszatérhetnek ide, a versenyzésen túl kikapcsolódni is.